Rácz Imre, a vendégem, az Agrárkamara megyei elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Nagyon hasonló a helyzet, mint tavaly ilyenkor, de talán még a termelők próbáltak elé menni a problémának, és egy figyelmeztető jelet adni azért, hogy felvásárlási árok nagyon alacsonyak, és hogy így ez az önköltségi ár alatt van számukra, tehát nem éri meg a meggyet értékesíteni most. Lehet-e változás ebben a következő napokban? Én úgy gondolom, hogy lehet változás, és azt a változást azt fogja kikényszeríteni, hogy szembesülni fogunk azzal, hogy nincs olyan meggytermés, mint amit prognosztizáltunk. A tavalyi 85 ezer tonna meggy helyett az idén 60-65 ezer tonna fog megtermelődni, és úgy néz ki, hogy Románia felől jelentkeznek olyan piacok, akik már nem ezt a kis kategóriájú autókat, hanem kamion számos mennyiséget szállítanak ki, és ha ez folyamatossá válik, akkor a magyar feldolgozók kényszerhelyzetben lesznek, és nekik is emelni fog kelleni az árakat. Most a feldolgozók azt mondják, hogy van még a tavalyi megyből. Hát mi csináltunk ilyen felméréseket a kamara, és időben elkezdtünk volna felkészülni arra, hogy ne következzen be ez a helyzet, ami valójában most bekövetkezett. Már márciustól kezdve a feldolgozók és a nagyobb termelőkkel egyeztetéseket folytattunk a kamarába és a Földművelésügyi Minisztériumba is, és megnyilatkoztattuk ezeket a feldolgozó üzemeket, hogy milyen készletek vannak a raktáron, és a visszaigazolások azok arról szóltak, hogy eladatlan megy nincsen. Vannak a raktárban megy készletek, de azokat folyamatosan szállítják ki, és ki is van fizetve. Most ezt egy kicsit furcsán halljuk, hogy most megint előjövünk azzal, hogy mégis van. Ezt a kereskedőház képviselői, igazgatói vezetőjével is beszélgettünk, és ugyanígy megnyilatkoztatták ők is, ugyanis akik segíteni akartak volna ebbe, és tudtak volna segíteni ebbe az értékesítésbe, azok is olyan nyilatkozatot kaptak vissza, hogy nincsen eladatlan megy az országba. A feldolgozók tettek egy, az én ismereteim szerint már februárban egy ilyen árajánlatot Németország felé, sajnos ezt egyeztetni kellett volna a termelőkkel, és figyelembe venni a termelési költségeket úgy, ahogy az előadásban láttuk, annak a beszámításával és az ők által elvárt haszonnal kellett volna kiajánlani ezt a magyar meggyet. Ugyanis ezt a magyar meggyet szokták meg a német lakosság, és ezt szeretnék fogyasztani, úgyhogy azt én egy olyan riogatásnak vettem mindig, hogy majd hozunk Lengyelországból meggyet és pótoljuk esetleg, ha nem adják oda a termelők. A magyar meggyet Németországban nem tudják pótolni, mert az a lakosok, akik ezt megszokták, az ízét, színét, azok nem fognak venni lengyel meggyet, mert megtehetnék egyébként, ha azt szeretnék eddig is. Az nagyon érdekes volt, amit itt mondott a Tészek képviselője, a termelő, hogy ha nem sikerül eladni jó áron a meggyet itthon, akkor majd összefogva több termelő vagy termelő szövetkezet keres piacokat. Tehát ez ennyire egyszerű, vagy ez már egy folyamat, ami elindult? Hát én úgy gondolom, hogy a Románia felé minden évben mentek ezek a kiszállítások, csak ez egy ilyen kis kategóriás, egy-két tonnás autóval évek óta mennek. Most én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezon vége felé, amikor olyan olcsó volt tavaly is a megy nálunk, akkor már a romániai feldolgozók is láttak ebbe fantáziát, és most én úgy gondolom, hogy azok időben felébredtek, és megpróbálják kiszállítani, ami jó hatással lehet arra, hogy az árak az előbb említett adásban említett 100 forint fölé menjenek. Most vannak olyan ismereteim, Tiszalökről is szállítottak el a kertből rázott meggyet 90 forintért, és Hajdúdorog környékéről is 85 forintért szállítanak ki a kertből. Azt, ha figyelembe veszik, hogy nem kell szállítási költséget és göngyöleket biztosítani, az már szerintem a 100 forint körül van, vagy akár meg is haladja. Ugye tavaly a megynél, de főként inkább az almánál szóba került az is, hogy, és említette ön is most, hogy a lengyelországi piac, vagy akár a németországi piac is versenytárs nekünk itthon, és hát ugye az árakat befolyásolják természetesen. Most mit lát, hogyan mozoghatnak még ezek az árak? Már most itt mondtuk, hogy 60-70 forint, de akár 90 forintért is már most el lehet adni. Igen, én most egy feldolgozó üzemmel
beszéltem, és vagy két-három kereskedővel is, mikor készültem ide, hogy friss információm legyen. Abban született megállapodás, ami az adásban is elhangzott, hogy 85 forintért veszik az érdi medgyet, és ez körülbelül a jövő hét csütörtökig tart ki a gyártása, és csütörtökön a fűtős medgyeknek az árát újra tárgyalják. Én úgy gondolom, hogy felfelé fog elmozdulni ez az ár, csupán csak ha arra alapozunk is, hogy szembesülni fogunk azzal, hogy nincsen annyi medgy az országban, mint amennyit a kereskedők számolnak. Hát azt már elmondtuk, hogy ugye a mennyiség az kevesebb, milyen a minőség? A minősége jelenleg még jónak mondható, kapott egy kis csapadékot is, úgyhogy az átmérője is nőtt. Én úgy gondolom, hogy most már olyan időszak jön majd, hogy a betegségek nem támadják meg, és akkor egy egészséges betakarítás várható. Ugye beszámoltunk itt ebben a stúdióban is arról, a káreseményről, ami pünköstkor történt, és a gyümölcsöseket érintette bizonyos területeken, szatmári területeken. Ott szó volt arról, hogy tönkrement a kert, valamilyen kártalanítást kapnak a termelők, a gazdálkodók. Hol tart ez az ügy? Aki a kárenyítési alapban ugye benne van, azoknak a maga útján bejelentették a károkat, és az bejárja maga útját, de azok biztos lesznek kártalanítva. Inkább arról nem tudunk segítségről, akik ilyen kisebb termelők, és főleg uborkával a saját kertjükben, és szinte 80% lakosság választotta ezt azon a térségben kiegészítő jövedelemként. Azokat nem tudtuk rávenni arra, hogy regisztráltassák magukat, illetve bankszámlát nyissanak. Az MVH-val felvettük a kapcsolatot, akik hétvégén szolgálatba álltakon, de nem igényelték ezt. Így a minisztérium ezt a fajta segítséget a kárenyítésen keresztül nem tudja eljuttatni a legjobb szándéka szerint se, és most keresik azt a megoldást, hogy hogy lehetne ezeken az embereken segíteni, úgyhogy ők, nagyon sajnálom, hogy azt a kevéset se tették meg, hogy bejelentkeztek volna. De a többi gazdálkodó kapni fog kártalanítást, tehát. Így igaz. Azok ősszel november 30-áig majd megállapítják ezeket a károkat, és azok a biztos, hogy kártalanítva lesznek. Köszönjük szépen az információkat. Köszönöm szépen a lehetőséget.